Nagyon széles körű érdeklődést tapasztaltunk itt a bábonyi napok keretein belül. Az egész egyszerű rendszerektől kezdve a komplett rendszereken keresztül mindenféle érdeklődés volt. Természetesen a robotkormányzások iránt a legnagyobb az érdeklődés, hiszen ez egy jól bejáratott technológia, egyértelmű a megtérülés, és viszonylag könnyen meg lehet tanulni a kezelést is. Jó pár fokozat van. A legegyszerűbb talán nem is a robotkormányzás, hanem csak az egyszerű kézi sorvezetéshez használható eszközök, amik ugye mutatják, hogy merre kellene kormányoznunk. A következő lépés mondjuk a folyamatban a robotkormányzás, ugye amikor már nem kell kézzel beavatkoznunk, hanem helyettünk kormányoz a rendszer. A következő technológiai lépés talán az automata szakaszkezelés permetezőknél, vetőgépeknél, aztán jöhet a tervalapú kijuttatás, és akkor talán a technológiai csúcsát jelentik a valós idejű kijutató és szabályzó rendszerek, például olyan rendszerek, amelyek az állomány vizsgálata feltérképezések közben tudnak valamilyen szabályzott műveletet végrehajtani, ugye akár egy zöld állománynak a tápanyag ellátottságának a feltérképezésével egy időben juttatunk ki differenciát, mondom mondjuk egy tápanyag visszapótlás során. Ez lett talán a technológia csúcsa. Nagyon érdekes kérdés ez a megtérülés dolog ebben a történetben. Szerintem kevés gazda számolgat utána, mert annyira megtetszik neki ez a technológia, hogy inkább azt mondja, hogy miért nem kezdte el korábban csinálni. Most elsőkorban mondjuk az egyszerűbb rendszerekre gondolok. Miért nem kezdtem el korábban, és annyira rá tud szokni erre a kényelemre, hogy utána már nem is akar nélküle élni. Persze az ilyen komolyabb beruházásoknál azért kalkulálni kell. Jól meghatározott az üzemméret, ahol mondjuk egy komolyabb rendszerek megtérülnek. Teszem azt, hogy a technológiai csúcsát jelentő valós idejű szabályzás az azért 2-300 hektár fölötti gazdálkodóknál merülhet fel, mint egy beruházás. Ez alatt a méret alatt inkább mondjuk robotkormányzás és szakaszvezérléses technológiák, mondjuk egy 170 hektár alatt mondjuk, inkább csak az egyszerűbb technológiák.